nem picit lesz mámor, az izé, az ámor, már itt van és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg a hatalma, a szívem, az ide oda jár. Milyen lett a kocsa, ez mégis csak kocsa, hogy ilyen gyors lett van egy állat. Ez szép is, de hogy a hívtél is, jön a kocsa, jön mégis, hova kocsa szavar. Orfeum Operett Musical Társulat 10 éves jubileumi gálaműsorát láthatta a közönség április 15-én 17 órától a Nagy László Városi Művelődési Központ színház termében. A két felvonásos, több mint 2,5 órás előadás az operett irodalom legnagyobb és legismertebb alkotásaival szórakoztatta a közönséget. A teltházas, jó hangulatú, szó szerint csillogó előadás teljesen elvarázsolta a nézőket. Erre a 10 éves születésnapot méltó módon megünneplő jubileumi gálára régóta készült a 7 tagból álló társulat. Elég nagy az izgalom, ugyanis most már rajtunk van az a teher, hogy bizonyítani kell ezen a 10 éves jubileumi gálán. Hogyan állítottátok össze a műsor programját, mik azok a dalok, mik azok a dallamok, amik felcsendülnek ma este? Hát összeültünk már az év elején, és elkezdtük írni a listát. Ugye mindenkinek vannak kedvenc duettjei, vagy szóló dalai, és hát vannak azok a dallamok, amik ugye nem maradhatnak ki, mert hogy a közönség nagy-nagy kedvencei, úgyhogy egy idő után meg kellett húzni a határt, hogy ennyi és kész. Mik azok a dallamok, amik nélkül nincsen előadás? Hát természetesen a Hajmási Péter, a Húzzad csak ki világos virradatig, a Szép város Kolozsvár, és még sorolhatnám, fel fognak ma mincsendülni. Ezek a dallamok olyanok, amiket ez alatt a 10 év alatt nagyon sok helyen, nagyon sokféleképpen előadtatok. Mennyiben más itt most ebben a művelődési házban, itt az előadóteremben előadni egy nagyszabású gálán 500 néző előtt? Hát az az igazság, hogy én azt vallom, és a csapatunk is azt vallja, hogy teljesen mindegy, hogy 30, 300 vagy 500 főnek énekelünk, a szívünk, lelkünket kitesszük. Ugye a méret, ami más, tehát hogy egy kicsit azért is izgulunk talán ma jobban, hogy ugye nagyobb a tér, mindenkinek több hely áll rendelkezésére, és ilyenkor nagyon kell figyelni, hogy rendesen ki tudjuk használni a teret, de ennek nagyon örülünk a nagy színpadnak. A társulat jellegzetessége az, hogy gyönyörű jelmezekben, díszletekkel adjátok elő ezeket az énekeket, még inkább emelve a színvonalat. Miért fontos számodra, hogy mindig lehetőleg autentikus környezetben szólaljanak meg ezek a dalok? Hát az a helyzet, hogy lehet nagyon szépen énekelni, nagyon szépen mosolyogni, de hogyha nincs ez a megfelelő öltözék, ami köztudottan 40-50, sőt 60%-ot is tud dobni felfelé egy produkción, akkor biztos, hogy nem olyan nagy a siker. Hogyan lehet megtalálni ennek a műfajnak a szépségét? Hát egyrészt a csodálatos dallamok minket mindig elvarázsolnak, és reméljük, hogy most már egyre inkább a fiatalabb közönséget is, illetve mivel heten vagyunk, mi megpróbálunk egy kicsit mindig elrugaszkodni a szorosan vett egész operettől, és egy kicsit ránk szabva megkoreografálni, megénekelni ezeket a dalokat, és így talán még inkább emészthető a fiatalok számára is. Az, hogy az előadás közben nem csupán énekeltek, hanem táncoltok is, és prózai szövegek is vannak, ez mennyire nehezíti meg a társulat tagjainak a feladatot?
Nyilván sokkal jobban kell koncentrálni, de azt már az elejétől kezdve nem úgy szerettük volna, hogy kiállunk a mikrofon állványok elé, és akkor énekelünk, mint egy énekkar, mert abból ugye nagyon sok van, és mi egy kicsit mást szerettünk volna adni a nézőknek, és pont ez a többlet szerintem az, ami nálunk megvan. Ez alatt a 10 év alatt számos helyen felléptetek. Mik azok a helyszínek, mik azok az időpontok, amikre szívesen emlékszel vissza ebből az egy évtizedből? Hát itt is nagyon sokszor voltunk az Ajkai VMK-ban. Természetesen ezek mindig nagyon nagy élmények az embernek, hogy nagy színpadon, egy jóval nagyobb közönség előtt szerepelhet, de természetesen más helyekre is hívnak minket hasonló komplett gála műsorokkal, és azok azért úgy megmaradnak az emlékeinkben. Noszlop, Balatonszőlős például, oda mindig visszavárnak minket. Hány ember munkája van most ebben a mai estében? Hiszen gondolom, itt azért kellett segítség ahhoz, hogy a jelmez, a díszlet minden a helyére kerüljön. Vannak segítőitek? Igen, hála Istennek a mindegyikünk családja olyan, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy az ő támogatásuk nélkül ez hogy jöhetett volna ma létre, ugyanis a díszlet, a hang és a fény látvány, minden, amit ma fognak látni és hallani a nézők, az csapatmunka, tehát majdnem 20 ember munkája ez. 10 évvel mögöttetek, hogy tervezed a következő 10 évet? Szerintem hasonló nagy műsorokkal, persze kisebb műsorokra is szívesen vállalkozunk és megyünk, de szeretnénk még nagyon-nagyon sok szép nagy gála műsort adni. A sokszínű előadás felhőtlen szórakozást kínált a nézőknek. A vidám, táncos komikus jelenetek, vagy épp a Primadonna és a Bon Vivant érzelemdús kettősei olyan mesevilágba repítették el a nézőket, ahol biztos lehetett tudni. A sok bonyodalom és félreértés ellenére a szerelmesek végül egymásra találnak és minden jóra fordul. Győz az igazság, a jóság, a hűség és az örök szerelem.